Mindenki látott tegnap a kikötőbe. Hm? Én is tudom, hogy mit műveltél. Azon kívül, hogy oldalba húgyantottad majdnem a lölőék hajóját. Hát egy perce nem figyeltem. Combot, dobott szét. Dobott szét a combokat. Szenyka. Szenyka, tudod, mi van az anyád úristenét? Hát ezt nem hiszem el, hogy mi kell csinálni. Nem tudod viselkedni. Kopjam alá, ezt nem hiszem el. Szenyka, föl kell kelni, 10 óra elmúlt. Ilyenkor már a minimumos feleségek is talpon vannak, Sanyó. Karany követőim és rajongóim, itt vagyok gyerekkorom helyszínén, Anna Mária így puposzított gyerekként nevelkedek. Most ez a plászmászénát mutatom. Most ezek a babák, nem tudom, hogy látod-e, ezek kézzel így éjszaka halál bevilágítanak. Most jaj, hát anyukám, itt volt egy szeretőm, ugye, itt a izébe. Melyik, várjál, ez a Rue de Paradis-ban. Nem tud meg mit mondani. Sőt, most itt vagyok Anna Mari, most nézd meg, milyen jól néz ki Anna Mari. Gyönyörűen, csinosan. Szóval, ha jól tudom, itt voltam Amikának, a dédnagyanyámnak, itt volt létesítődéje, vagy mi az is. Yeah. Rétes bótja. Hát itt Nizában, de nem tudom hol. Nem, itt a Masszé... Hát azt hittem a Masszéna. Előkelően. Itt, a, itt a, voltak az apácsa iskolák, ott a végén. Jött. Na, már ide járt iskolá. Na, én drága követő, Marikám, néznek. Remélem, Tölösi doktornő és az Alexa konya reklámanyukám az elégedett lesz velünk, érted, hogy jót teszünk, ugye? Az Alexa is ilyeneket küld nekem. Ez egy szomó, ez édesburgonya, avec un peu de salad, és Anna Mari ugyanezt teszi. Nézd meg. Milyen jó néz ki az Anna Mari. Nézd meg. Jár bodybuildingezni, meg a plázson edz. Ugye? Igen. Úgyhogy kész, készülünk a Biarritzra, anyukám. Nézd meg, milyen jót teszünk. Taka, 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 taka. Lölő nem volt, nem jelentkezett azóta, sajnán ideges vagyok. Én a szovjet testvéranyám szállon lábos. Az előbb már oroszul ordított. Imádom őket. Talpig anyukám, izébe, Gucciba, Kenzóba, a kisfilmen, mindenem van Kenzó, ezt tudom. Nem tudom, Valentinóban van a kisfiú, az anyád úristen, itt Valentinóban van. Tudod, a sárga fejű a Valentino. Vémajom, a kézébe van. Hát úgy vele barnítva, mint én. Szóra akartam menni elénekelni nekik, tudod, hogy bucik da, bucit szance, bucik da, bucit nyépa, bucik da, bucit mama, bucik da, buduja. Vagy azt, hogy krakadjil, gyil, 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 tolkaja, szjolézsú. Tududum, többit nem tudom. Anyukám, ennyi a szovjet tudásom. Kész, tak, milyen jó megfogott a nap. Kézzé már nem, de jó nézek ki. Maszkba, mindenben, a galeri lefejé. Tehát, hogy puposzítok? De kicsim, ezt nem lebontották a helyiséget, a szovjetest. Úgy, ott vannak. Most beszélek egy fiam. Hála, Hallod őket? Milyen francia maca belefelezik? Rá jó beszélték a orosz. Most megmutatom, melyik a kedvenc teám, jó? Mert figyeljél, mert nem figyelsz. Figyelj ide. Rögtön át a kamerát. Ide nézzél. Krakka, gyil, gyil. Ez. Ez nézeg. És itt van Tia la Russe. És itt van Mariage Frère. Ez a leges, legjobb minőségű tea. De nem filtereset akarsz, hanem igazi puposítós vagy, akkor ezt veszed a dobozba. Figyelj, ez nagyon jó, és a másik nagyon jó, ütőzté. Na most a másik, ez a kusmiti. Na most ebből van grapefruit, ez. Figyelj, nézzen, ez grapefruit, green tea, maté and herb. Hát nekem a matétól, ezt mondanom se kell, hogy megindul a szapora. Ez a jó. Ezt nézzek ezeket a kis apró mezei virágminták. Nagyon tetszik. Most megkérdeztem, le van érték. Hát mennyibe kerül? Nekem 189, és ezt néztem az ágytakarok, mert tudod, kinek volt ez a stílus? Megvan ez a stíl? Neked? Hát a Marie Antoinette volt, aki ilyen virágos szizékkel löktette le magát. Ez nekem nagyon bejön. Úgyhogy még azt néztem, meg van ilyen, ami plümök vannak tollam. Melyik? Nézd, itt a virágos. 40%-os lejárt értékelés.
Anyukám, érted? Ah, Lölőse tudta, hogy van hajó a világon, anyukám. Gondolhatod, egy szandolinba volt tele egész gyerekkorában, ha lejutott a Balatonra. Egy koma, egy kópár, érted? Fehér nem üt vásárol. Nézd meg! Mindenki halálmozgva vagyunk, ragyhozkodunk, megállás nélkül. Már megvettük a sziké fehér nem. Anyukám, távolról föl, közel távolról föl ismerem őt. Ez már igazgatja, és keszkészített fürlá. Így fog vele, komsza. Látod? Egyszerre egy kopát találtam neked. Ne haragudjál már. Vagy megmutatom egy szemből is, hogy nem lehet. Figyeltem már rám rúgnak. Követőim és rajongóim, akkor most mutatnám, most, hogy tanuljál az anyád úristen, itt tényleg figyelj ide. Most itt vagyunk, most elhagyjuk Nizzát, halál előkelő Nizzát, és kérlek szépen következőképpen teheted ezt. Van egy tengerparti út, amit nem javaslok, mert nagyon lassú, azt kérlek szépen úgy hívják, hogy Bascornis. Mi most itt vagyunk a Moyen Cornichon, ugye, megjegyezted. Ezen kívül van egy Haute Corniche, az egy felsőbb út, és van maga autópálya. Na most, ha Moyen Cornichon mész vissza Monaco felé, akkor viszont halálosan jó dolgokat fogol látni. Tudod? Például minket Anna Marival. Piff anyukám, taka van! Követő rajongó, ezt nézd meg, hol vagyok, és most itt erre. Hát, meg Mari, számoljál. Jó. Nézd meg, de nem tudom megmutatni, nem akarok félreállni, de mutattam volna. Ez a Moyen Cornichon jövünk föl, ez világ felé, ott van, látod ott a sziklán, látod, itt vagy a tenger, és ott a hátul, hát az nem tudom neked megmutatni, mert közben koncentrálok. Kérlek szeretettel Saint-Jean-Cap-Ferrat-ban, ami után olvassál utána, mert rájövődősz megvadózza, a villák vannak. Hát lehet, hogy a Lölő ott van. Szóval nem találom a Lölőt. Tehát egész itt egy nap, itt kereszt. 50 várjál. Már nyomok egy féket, anyukám, mert akkor át. Piff, nézd, mind megyünk át. Dik, hogy kiválták a sziklát. Dik, a majom franciák mit művelnek? Szemszem el. És itt van ez világ, nézd, mindjárt bevágolunk, nézzek, az a kis torony. És mindjárt itt lesz a Fragonard. Hát anyukám, dagarany követő rajongó, már megint úton vagyok, nem tud elkezdeni, állandó menet van, hát gondol. Hallod, képzeld el, hogy van nekem egy nagyon kedves kis barátom, Ádám. Nem az az Ádám, annak szájé, annak taka van, nyugodjál meg, az Adiapunak kész, vég, azt ne is kérdezzed, jó? Nem is mondok róla semmit. Szóval nekem egy kis barátom. Ádám Seremetyev, tudod? Hát nem tudom, hogy mond-e neked valamit a Seremetyev család, édesem anyukám. A cári Oroszország egyik legmenőbb családja. Úgy képzeld a Seremetyeveket, a Golicinékat, a Voroncovékat, meg ezeket, édesem, mint a Széchenyiek, meg az Eszterháziak, meg a Telekiek, meg a Betlenek, meg a Bátoriak. Hát ilyen előkelő. Na és képzeld el, hogy azt mondja nekem, Ádám, hogy azt ugye tudod, Cilla, a nagy okosításodban, mikor itt nézi, osztod az észt, anyukám, hogy a Kusmitea az egyébként orosz eredetű. Ugye Pavel Kusmisov ugye ezt a gyönyörű teaházat, érted? Hozták mindenhonnan, érted? Poposították a teákat. Aztán jöttek ugye a bolszevik vörösek, érted? A szovjet testvéranyáink. Most képzeld el, úgy van, hogy volt a Pavel Kusmisov, vagy hogy nem tudom kimondani, aztán Pavel Kusmisov, azt mondta Ádám. És a Pavel 1867-ben Péterváron alapította meg ugye ezt a vállalatot, ugye ezt a Kusmiteát. Már tudod, anyukám, a oroszok nagy teások, nagyobbak, mint az angolok. És megalapította 1867-ben, akkor volt nálunk a kiegyezés a Habsburgokkal, csak tudja arról is, és megalapította. És akkor ugye ezt megalapította, és amikor jött anyukám a nagy bolsevik vihar, akkor Takába kerültek, és Párizsba átkerült a cég. Azóta már mondta az Ádám, hogy Oriental, nem tudom, milyen grúphoz tartozik, tehát gondolom eladta a család. Egyébként ugye a Kusmisov család és anyukám előkerül. Poszkodó, olyanok, mint mink, tudod, de mi fenn, anyukám, mi fajták. Ahogy drágám, a Teleki Györgyi mondta nekem egyik ízni, Tanti azt mondta nekem, mi kutyán kölyke vagy, Cila. Mondom, jó van, hát anyukám, jaj, hát mit akartam még? Hát képzeld el, hogy hát ugye Lölőt nem találom, Vittyót nem talál semmi, viszont ugye most akarok írni egy levelet, mert azóta nem ír a Vittyó, érted?
megkóstolta a konzultációt, most azon gondoltam, hogy lehet, most megyek be Monakóba, hogy össze megírom itt a levelet, tolba mondom neked, jó? Úgyhogy arra készüljél föl, mert nagyon el vagyok, hogy remélem, hogy nincs valami bajuk. Drága Viktorom, nagyon sokat gondolok rád mostanában. Múltkor írtál nekem, és azt írtad, hogy konzultáljunk. Hát arra válaszoltam is arra a leveledre, de azóta se kaptam választ. Mi van veletek? Nagyon aggódunk Pistával, hogy minden rendben legyen. El nem tudom képzelni, mi történt. Gyerekek hogy vannak? Apropó, lányodról néha hallok hossza híreket, de nem vagyok képbe. Mit csinál? Mi történik? Fiadról se tudok semmit. Azt néztem a múltkor, hogy gyerekkori barátoddal a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolsz. Úgy örülök neki, olyan ritka ez ilyen jó barát. Nagyon sokan elfelejtik a régi ismerettséget. Tudod, hogy van ez? Mit akarok mondani? Na, most kaptam a hírt, hogy óriási vihar tombol Budapesten. Borzasztó lehet ilyenkor. De az a jó az egészben, hogy azt is mondják, hogy ilyenkor másnap valami álomszép szivárvány van Budapest fölött. Állítólag szivárványba borul ilyenkor az egész város, a Duna csak úgy ragyog. Úgy örültem ennek, olyan jó hír, nincs is szebb, amikor Budapest gyönyörű. Mink eljöttünk a tengerhez egy kicsit pihenni, arra számítottunk, hogy összefutunk. Tegnap le is rohantam a kikötőbe, hát ha ott vagytok, hallom, van valami szép hajó a gyerekkori barátodnak. Istenem, de édes kis pufó fiú volt előlő. Édesapád mindig hoc-hoc katonázott vele. Hát igen, nagy lett ő is, jól megnőtt. Mondhatnám, kinőtte magát, de ez így van. Mink el vagyunk, nagyon csendesen élünk, ugye, nagyon nem történik semmi. Most elmegyek egy kedves baráti társasággal egy vacsorára, de nem szeretek túl későn enni. Tudod, olyan rosszul alszom utána. Csókollak nagyon sokszor, vigyázzatok magatokra, és kérlek, konzultáljunk valamikor. Jó lesz egy jó nagy beszélgetés, egy konzultálás. Nagyon megviselt minket is, ugye ez az egész COVID, vagy hogy a fenébe hívják. Tehát az én eszem is kihagy. Még egyszer nagyon ölellek, vigyázzatok magatokra. Lölőt is sokszor ölelem, így látatlanba. Szervusztok, szép estét nektek, és vigyázzatok a viharba. Tudod, hogy tárgyént kutya mindig megugrik, úgy megijed, én is félős vagyok. Szervusz Viktor, szép estét. Na jó van, anyukám, én megírtam a levelet. Gond egy szársel, nagyon aggódom, hát senkiről nem tudok semmiről. De olyan izé van, hogy előbb beparkolt, kézed a helyemre egy smartos, hát olyan pipa voltam, hát mondom, ezt nem hiszem el, érted, hogy ide az óriás helyre is, hogy pont úgy, hogy ne lehessen beállni. Te itt Monakóban, anyukám, hiszem, ölsz a parkolóért, kamem. Csak mondom. Hát, anyukám, el nem tudod képzelni, milyen ide puposítás van. Ja, borogatom a Lamborghini-ket, megmondom a őszintét. Na most abban bízom, hogy van vacsorjétől, ez a valet parking. Na, akkor meg vagyunk mentve. Tudod? Júj, átmegy előttem? Nem. Fenébe, pedig még be is fékezzem. Sportos Kani, ugye? Várjál, hol ez a mocsok hely? Na jó, anyu, bocsáss meg, koncentrálok. Látod, a levélírás is teljesen elvette a eszemet. Hallom, Frankon, szerinted most így nem lesz jó reggelt arra követően, figyelj, de 11. Hallod, szerinted nem fognak összeveszni a Lölőik meg a Viktorék rajtam? Tehát, hogy Vityóval levelezünk, mert ő kérte a konzit, és akkor most a Lölő, semmi. A reklám, anyukám, nyugodjál meg, jó? Még amíg tart a ideig, reklám van, anyukám, mert még tart, érted? Neked miattad mondom, engem nem érdekel. Hát anyukám, azt jelenti, amit akarsz, de még kettő, nem, egy nap, ma 19 van. Normális, hogy holnap vége a akciónak. 20-án Cilakupa 35%-odnak fején. Nézd meg, hogy kiközöltem, mert óriási vízfoltot hagytam magam után. Jaj, nézd meg, van amnestiás maszkom is, meg van nubus is, ne, amnestiás előkelő logóz. Csillag, öreg csillag, gőzölőjét nyomogatja, gőzölős lett már a csillag. La 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 la. Anyukám, ne otthont hallgatunk. Egy kis nyugalmat kívánok. Hallod, ez most nem az, most anyád, ez most nem arról szól, ez most fürtőtlenítek, anyukám. Ezzel a gőzzel érted, mindenki lökődik ebből, nem kérdez. Ó, majom korona majd benne maradt. Főerten azt figyel, ma dikka nagy koronát.
kapol Covid szosz. Azt mondtam neked, hogy a tesztet hogy hívják, ha hazamegyek, mert valószínűleg engem úgy löknek anyukám be a karanténbe. Ja, azt mondom szóval, hogy én nem fizetek ki tesztet, anyukám, inkább otthon ülök, úgy van anyukám. Érted? Itt ingyen tesztelik, érted, még a turistákat is. Nálunk meg izé 70 ezerért. Hát tudod miért? Hallod, fizeted a hülyességet, te a nagy tévét, meg minden. Ezt mindenbe azt mondja, összefogunk, összetartás, legyőzzük. Mész a saját pénzeden tesztet csináltatni. Cicska, menetesz. Most azon vagyok, arra vagyok kíváncsi, hogy a Lili az hol tesztelnek. Mondjuk jó polgár, nem ment csak a Balatonra. Mondjuk volt Horvátban, ott ide így kukocsodott a hajó, küldted a képet követő rajongó. Szóval, érted, elmennek a uranyokba, én nem fizetek a tesztet, akkor inkább otthon ülök a karanténba. Érted? Most már úgy várom, hogy főfesszék a vizét, tudod, mint a pesticesznek a házára. Csí, ne menj el egy... Tudod, mert figyelj, de ez egy pszichológia. Kilökik rád azt, hogy karantén, akkor onnantól kezdve a szomszédok elkerülnek, mert azt mondja, a piros papíros anyukám, az veszélyes. Vele nagyon vigyázás. Akkor is fertőz, ha rád néz, tudod, semmi bajod. Hallod, de látod, milyen egyszerű itt megbélyegezni valakit? Semmi bajod. Igaz, a világon semmi bajod nincsen, viszont pillanatok alatt rádúrnak egy piros papír, onnantól kezdve az egész szomszédság. Vigyázz vele, csí, veszélyes. Figyelj, nem fogják megérteni, hogy nyugodjál már meg Elvira, semmi bajom az égen, ne rúgjak már át kettőt, de adja, hogy ezért belöktek a izébe. Mert tudod, figyelj, most megmondom, addig nincs vírusveszély, amíg nem mondja nekem a vityó, hogy vírusveszély van. Onnantól kezdve hanyát honnok lejenek ülök, és mint a lőcsei fehér asszony ordítok, Jézus, itt a vírus megjött, Jézus, a 10-50-es izé, Orient Express-tel beérkezett a vírus. Hallod, imádom ezt a közülőt. Franko, ne vegyél, ha nem érdekel, de figyelj, zseniális is. De anyukám, tényleg nézzek, hogy a maszkó. Ezek mit művelek a maszkaimmal. Hát ezt próbáld ki. Amnestia. Ez egy amnestiás. Új, designer. Minden designer. Ez pedig a nubuló. Nézzek. Hallod? Mondjuk ez a favorit, mert ezt nyakba tudod akasztani, érted? Nézd meg, mint a templomi ékszereket. De hallod, tényleg Franko jó. Úgyhogy figyelj, ezt most Franko mondom, próbáld ki a gőzölőt, ezért kimosod a maszkot, 5 perc alatt meg tudod vele szárítani. Ez meg egy kiszmártás. Ez pedig érted, már lököd föl. Hallod, imádom őket. Hát ez a gőzölőt, ez érdemes. Telibe gőzölő, majom. Normális vagy. Úgyhogy ennyi, a vírus anyukám az megjött, érted, a 6-20-as gyorszal, gondolhatod, de még nem, hogy 20-a után addig tart nálunk a szezon. 20-a után ez lesz. Tisztelt polgárok, honfitársaim, szomori hírt kell közölnöm, a 6-20-as gyorszal befutott. A 6-20-as gyorszal befutott a korona. Ezért megkérek minden polgártársunkat, kisnyugdíjas, nagynyugdíjas, kislölőt, nagylölőt, hogy pofárlapos utána maszkot lököd föl pofárra, bezárkózol a lakásba, és nem menetelsz sehova. Maradj otthon, mert itt a korona, de győzzünk, legyőzzük az ellenségeinket, takába tesszük, dík lesz a koronának, rárugunk kettőt, én mondom ezt neked, vezetőd, követőd, rajongód. Rajongjál, kövessél, mert rajongok kettőt. Koronának taga, Covid az megy, saját költségeden csináltassál, Covid-extet az anyád úristeni. Ennyi lesz anyukám, 20-a után készül, taka, várom a Katrint, a nagynénémet, gondolhatod. Jó nézek? Jól, mi? Jó van.